Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Marad a Szabó Dezső utca, nem megvalósítható a szekszárdi orvosi rendelő más helyszíneken. Az utasok fele eltűnt, ingyenessé tenné a helyi járatos közlekedés Szekszárdon a Fidesz frakció. Enyhítés, kinyitottak az óvodák Tolnán. A szájkár, hatalmas terméskiesésre számítanak a Tolna megyei gazdák a száraz időjárás miatt. Az éjjel Szekszárd frakció által javasolt egyik helyszínen sem lehet jelentős pluszköltségek és időveszteség nélkül felépíteni a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelőt, ez derült ki a mai helyszínbejáráson. Így pedig veszélybe kerülhet a 80 milliós beruházás pályázati támogatása. Árcs Ezső polgármester a város főépítésze által megvizsgált egyik területen tartott bejárást. Az Aliszka és az Aljende utcák közötti Fűes Közpark az egyik terület, ahol a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelőt meg lehetne építeni az éjjel Szekszárd frakció tagjai szerint. Ács Rezső a város polgármestere kedden tartott sajtótájékoztatót a helyszínen. A területet előtt a város főépítésze is megvizsgálta. Szerinte a mostani tervek alapján a rendelkezésre álló pénzből nem lehetne az orvosi rendelőt itt megépíteni. Az Aliszka és a Zajende között egy jelentős közmű fekszik a talajban, amit ugye ki kéne váltani, védőtávolságot betartani, illetve jelentős mértékű útépítéssel is járna, és jelentős mértékű szintkülönbség is van. Az, hogy akadálymentes legyen nem csak az épületen belül, hanem akkor megközelíthetősége is, ez jelentős mértékben megnehezíti a lehetséges beruházás megvalósítását. Ezek összesen több 10 millió forinttal növelnék a rendelő építésének költségeit. A városi főépítés szerint hasonló helyzet az éjjel Szekszárd tagjai által javasolt másik helyszínnel is a Május 1 utcában. Ott is építési területté kell minősítetni a közparkot, majd új terveket készítetni és az egész engedélyeztetési folyamatot előről kezdeni. Ez akár évekig is tarthat. Ráadásul ott járdát is kellene építeni, ami szintén jelentősen növelni a költségeket, és ugyanúgy egy parkban épülne, vagyis sérülne a zöld felület. Ács Rezső szerint ezek átgondolatlan javaslatok. Bármelyik megoldást is választja a város, mindenféleképpen a területet rá kell minősíteni, épületet rá kell tervezni, tehát jelentős mértékben megnő az időszükséglete ennek a projektnek, és hát a költségek is jelentős mértékben nőnek. A terepbejáráson az éjjel Szekszárd frakció több képviselője is részt vett, és felmerült egy újabb helyszín is. Zaják Rita szerint az önkormányzatnak egy Dobó utcai családi házat kellene megvennie és átalakítani rendelővé. Azt még nem tudják, hogy a Dobó utcában támogatnák-e a helyiek, hogy rendelő épüljön. Hirtelen jött ötlet volt, ott még nem kérdeztük meg, az egy kis utca, egyébként néhány ház van az utcában, egy rövid utca, meg fogjuk kérdezni, hogyha erre sor kerül, most addig nem látom értelmét, amíg a forrás erre nem tud előteremtődni. Ács Rezső szerint vélhetően ez a javaslat is több 10 milliós pluszköltséget jelent. Az új helyszínek keresésének lehetősége akkor merült föl, amikor Ács Rezső Szekszárd polgármestere Bomba Gáborral és Zaják Ritával, az éjjel Szekszárd önkormányzati képviselőivel egyeztetett múlt héten, miután lakossági tiltakozás miatt a polgármester ideiglenesen felfüggesztette az építkezést az eredeti helyszínen, a Szabó Dezső utcában. Ott most a kormányhivatal vizsgálódik, mert a lakók állítása szerint fekete rigók fészkelnek az építési területen. A fekete rigót hazánk 5 leggyakoribb madárfaja közt tartják számon, populációja az 1 millió fészkelő párt is meghaladja az országban, és a kirepültek a fiókáik gond nélkül arrébb költöznek, mert a szakértő szerint az énekes madarak nem költenek kétszer ugyanabba a fészekbe. Ha úgy teszik fel a kérdés, hogy a fekete rigó öngyilkos lesz-e akkor, hogyha ezt a fát kivágják, és ez a pár soha többet nem tud szaporodni, erre nagyon 1000% tudom mondani azt, hogy nem, mert hogy akkor fog találni 12, 24, 36 méterrel arrébb egy megfelelő helyszínt, akár fán, akár bokron, akár az épületen, például egy csatorna hajlatban. Ács Rezső polgármester határozott álláspontja, hogy a projektet az eredeti 2017-ben kiválasztott helyszínen a Szabó Dezső utcában kell megvalósítani, hogy az uniós és egyéb források ne vesszenek el a késlekedés miatt. A polgármester úgy látja, hogy a politikai ellenfelei nem érdekeltek a szekszárdi egészségügyi fejlesztések megvalósításában, és mindent meg is tesznek azért, hogy ellehetetlenítsék 4500 ember egészségügyi ellátásának korszerű vététét, csak azért, mert azt a projektet korábban a Fidesz indított el, és ebből is megpróbálnak politikai tőkét kovácsolni egyéb ötleteikkel együtt. Ingyenessé tenné a közösségi közlekedés Szekszárdon a Fidesz frakció.
10 év alatt felére csökkent az utas létszám, ezért véli úgy a politikai párt, hogy a város által jelentős mértékben finanszírozott buszos közlekedést át kell alakítani. Erre javaslatot tesznek Ács-Rezső polgármesternek. Úgy vélik, ezzel a lépéssel a közösségi közlekedés vonzóbbá válna, az autós forgalom pedig csökkenne. Néhány utast szállít csupán az egyik végállomásra érkező busz Szekszárdon, és ez nem feltétlenül csak a koronavírus járvány miatt megcsappant forgalomnak tudható be. 2010 óta tart ez a csökkenő tendencia, állítja a Fidesz-KDNP szekszárdi frakcióvezetője. Ez a menetrend, amióta elindult, azóta folyamatosan megy lefelé az utas létszám. 10 év alatt felére csökkent a busszal utazók száma Szekszárdon a Bolán hivatalos adatai szerint. Évről évre egyre kevesebben választják a közösségi közlekedést a Tolnai megyeszékhelyen. Ezen változtatna a Fidesz frakció, mivel a kihasználatlan buszjáratok sok pénzébe kerülnek a városnak, ugyanis az üres járatok után is fizetni kell. Évek óta fizetjük a mínuszt, mindig egyezkedünk, elodázzuk a fizetés, részletfizetés, de mínuszt termel a tömegközlekedés, és az a javaslatunk, hogy a menetrendnek az átvizsgálásával, a fölösleges járatok megszüntetésével vagy ritkításával realizáljuk egy kicsit a helyzetet, azon kívül tegyük ingyenessé a tömegközlekedést. Máté Péter frakcióvezető azt mondja, eddig évente 150 millió forintjába került a buszos közlekedés a városnak. Valószínű, ezzel a lépéssel sem kerülne többe Szekszárdnak a közösségi közlekedés biztosítása, miközben feltételezhetően többen választanák a buszt. Ezért arra kérik Ács-Rezső polgármestert, hogy tegyen lépéseket az ügyben. Átadták a Kölesd és Kistormás között épülő kerékpárút munkaterületét a kivitelezőknek. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, az ilyen típusú beruházások egyszerre szolgálják a helyben élő komfort érzetének erősödését, és kapcsolhatják be a területet az idegenforgalom vérkeringésébe. Ezek a karók jelzik a Kölesdet Kistormással összekötő kerékpárút nyomvonalát. A beruházás 100%-os uniós támogatással épül 203 millió forintos költségvetésből. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a munkaterület átadása alkalmával azt emelte ki, az ilyen jellegű beruházások a helyben élők komfortérzetét növelik, és teszik biztonságosabbá az iskolába és munkába járást, miközben bekapcsolják a régiót a turizmus körforgásába. Abban bízunk, hogy a későbbi bicikli hálózatnak, akár a megyeinek és az országosnak is ez egy része lesz, hiszen már Paks környékén nagyon sok ilyenről van, vagy lehet beszélni, egyre inkább azt majd össze tudjuk kötni Szekszárddal is, illetve ezt a térséget Paks és Tamási között próbáljuk ebbe a hálózatba majd betenni. A későbbiekben meg ez a kerékpárút része lehet annak a kerékpárútnak, ami innen a Balaton felé, Balaton irányába fog menni. A Tolnamegyei Önkormányzat által preferált Sió projekt turisztikai beruházás részévé válik majd a most megvalósuló út is, mondta Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke. Az a cél, tette hozzá, hogy a kis településen élők is érezzék, nem maradnak ki a megyei fejlesztési elképzelésekből. A Sió projekt kapcsán lesz turisztikai állomása a projektnek itt Kölesden, úgyhogy ez is egy újabb fejlesztést fog jelenteni, és az életminőségnek a javítását. A Kölest-Kistormás közötti kerékpárút a tervek szerint még ebben az évben véglegesen elkészül. Hétfőtől több kapus beléptetési rendszerre térnek át Pakson a gyógyászati központban. A biztonságot szolgáló szigorú közegészségügyi intézkedések megmaradnak. További szakrendelések kezdik meg a betegek fogadását, és több helyütt már nem kötelező előzőleg koronavírus tesztet végeztetni. Ma még egy kapus beléptető rendszerben fogadja a betegeket a Paksi Gyógyászati Központ. Hétfőtől bővül a beléptetés, több bejáratot is megnyitnak, így a gyógyfürdő felül is be lehet menni az épületbe, azonban a biztonságot szolgáló szigorú közegészségügyi intézkedések megmaradnak. Testhőmérsékletet mérnek, kézfertőtlenítés, maszk használata és egy járványügyi kérdőív kitöltése kötelező. Hétfőtől további szakrendelések kezdik meg a betegek fogadását, így a reumatológia, gyermekpulmonológia, ortopédia. A megkezdett és félbeszakadt fizikoterápia kezelések és az egyéni gyógytornák folytatódhatnak.
Az ultrahang és a röntgen délig van, és a tüdőszűrés is beindul 12 és 14 óra között, így betartható, hogy a közös váróban óránként csupán 4 beteg tartózkodhat. A hónap végén az endoszkopos vizsgálatok is beindulhatnak Pakson. A legújabb miniszteri utasítás szerint enyhültek a kritériumok. Nem kötelező előzőleg koronavírus tesztet végeztetni. Sem a gasztroenterológiai endoszkopos beavatkozások előtt, se a fülorgégészeti beavatkozások előtt, sőt most már az egynapos sebészeti beavatkozások előtt sem kötelező mindenkinek elvégezni, csak annak, akinél felmerül a gyanú. Június elején az egynapos sebészet is előjegyzéssel szakrendeléses várólistával beindul. A pszichiátriai, a dietetikai ellátás is a jövő hónaptól él. Jelenleg a labor látogatottsága igen magas. 60 fölötti vérvétel számnál tartunk naponta, plusz a többi szakrendelés. Ennek a beengedése reggel egyszerre az épületbe, ez nagyon nehézkes. 3 helyen töltenek tesztet, 2 helyen mérnek hőmérsékletet, és 3 helyen léptetnek a recepción be. A betegeknek a szabadban kell várakozniuk, ezért a Paksi önkormányzat támogatásával egy sátor került felállításra a bejáratnál. A gyógyfürdő és a fürdőszolgálat még nem kezdődhet meg a gyógyászati központban. Ismét járhatnak óvodába a tolnai gyerekek. A koronavírus járvány visszaszorulásának eredményeként a Pelszófer Ágnes polgármester úgy döntött, engedélyt ad az összes intézmény megnyitására. Az első napon a kicsik közel fele ment óviba. Játszottok, főzzetek! Elkészült az első közösen készített reggeli a tolnai Pittypang óvodában. A gyerekek nagyon várták már a közös játék lehetőségét, mondta az intézmény vezetője. Aki jelentkezett, hogy jönne most, az mindenki, sőt van olyan óvoda, ahol még több gyermek is jött, aki nem kért a mai napra étkezést, de hozta mégis a szülő, mert szeretett volna jönni a kisgyerek. Ennek ellenére a 400 óvodásból közel 200-an jelentek meg az első napon. A Pelszófer Ágnes polgármester azt mondta, olyan nagy volt az igény és a járványhelyzet is engedte, hogy ezért döntött az intézmények megnyitása mellett. Tekintettel arra, hogy itt sem Tolna megyében, sem Tolnán nincs újabb megbetegedés, sőt, Tolnán tudomásom szerint egyáltalán nincs egyetlen egy covidos beteg sem. Erre való tekintettel, illetve arra, hogy elég sok igény érkezett a szülőktől, hogy szeretnék a gyerekeket óvodába vinni, úgy döntöttem, hogy a mai naptól, május 20-ától az óvodákat újra nyitom. Az óvodák felszabadítása az első lépése az enyhítési folyamatnak, mondta a polgármester. A jövő héttől a polgármesteri hivatal is a megszokott rendszerint működik majd, és ha lehet, a kulturális intézmények megnyitására is sor kerül a napokban, Tolnán. Hatalmas veszteség érheti a mezőgazdasági vállalkozókat idén a rendkívül száraz, csapadékmentes időjárás miatt. Van olyan gazdálkodó, aki azt mondja, az aszály miatt fele annyi termésre számít idén, mint tavaly. Több helyen kiszáradt a búza, de a kukoricából és a napraforgóból is kevesebb teremhet. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is visszaigazolta, valóban nagy terméskiesést okozhat az aszály. Megoldást jelenthet az agrárkár enyhítési rendszer és a mezőgazdasági biztosítás. Egy jobb évbe iráig ér a búza. Molnár István gazdálkodó éppen azt mutatja, hogy a száraz időjárás miatt a búza fele akkorára nőtt, mint amekkora május elején közepén szokott lenni. Úgy látja, mintegy 200 mm csapadék hiányzik a földekről. Ez miatt kiszáradt a búza, sárgulnak az alsó levelei, kevesebb az oldalhajtások száma, lassabban fejlődnek a növények, a föld pedig teljesen kirepedezett. Ahol pedig száraz talajba került a mag, ott ki sem kelt a kukorica, valamint a napraforgó. A gazdálkodó nem tapasztalt ekkora aszályt 1990 óta Tolna megyében. Itt ilyen 30-40, akár 50%-os terméskiesés is várható, ha azt mondom, hogyha egy durván két héten belül nem lesz eső. A búzából 70 mázsa helyett 40-50 mázsára, a kukoricából 80-120 mázsa helyett jóval kevesebbre számít a gazda. Ennek mértékét azonban nem tudta megbecsülni. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke is azt mondja, jelentős terméskiesésre kell számítani a száraz idő miatt idén, hiába esett minimális csapadék a napokban. Szekszárdon mindössze 10 mm eső esett májusban. Ráadásul ez a kevés csapadék is több részletbe jött, és sokszor a szél szárító hatása is érvényesült.
A gazdák számára megoldást jelentett a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer, aminek három pillére van. Ennek igénybevételéhez kárenyhítési hozzájárulást kell fizetniük, ha pedig a termelő aszálykárt tapasztal növényein, 15 napon belül kell azt bejelentenie az illetékes szervhez. A termelők csak akkor kaphatják meg a számukra megítélt kárenyhítési juttatás teljes összegét, amennyiben adott évre, adott növénykultúra vonatkozásában mezőgazdasági biztosítással is rendelkeznek. Hogyha nincsen biztosításuk, akkor sajnos a részükre megítélt kárenyhítési juttatásnak csak az 50%-át tudják megkapni, annyira jogosultak. És fontos még azt megjegyezni, hogy a mezőgazdasági termelők, hogyha mindenképpen ki szeretnék használni mind a három pillérét az a kockázatkezelési rendszernek, akkor még május végéig tudnak biztosításokat kötni. Országos szinten 7,6 milliárd forint kárenyhítést fizettek volna ki a gazdáknak 2017-ben, de mezőgazdasági biztosítás hiányában az állam ennek az összegnek csak a felét utalta ki a gazdáknak káruk rendezésére. A dolgozók már szívesen szerveznék a programokat a Babits Mihály Kulturális Központban, mondta Zsiko Zoltán, ügyvezető igazgató. Ugyan a kormány már feloldotta a korlátozások nagy részét, még nem engedélyezte sem a zárt körű, sem a szabadtéri tömegrendezvényeket. Ezért a már hagyománynak tekinthető szekszárdi fesztiválok az idén augusztus 15-éig biztosan elmaradnak. A kormányzat jelentősen enyhítette a korlátozásokat, és bár a 200 fő alatti rendezvényeket engedélyezi, egy másik rendelet, a 46/2020-as rendelet pedig mégiscsak másképp vélekedik erről, úgyhogy most mi a kulturális kormányzattal folyamatosan ilyen párbeszédben vagyunk, és ezeket a kisebb ellentmondásokat szeretnénk most kiküszöbölni. Születésének 125. évfordulója alkalmával megkoszorúzták a névadó Vosinski Mór szobrát a Szekszárdi Múzeum előtt. Ódor János Gábor, az intézményigazgató méltatta azt a munkát, melyet a pap és nemzetközileg elismert kutató, múzeumszervező végzett, mely megalapozta a múzeum létrejöttét. Mindenképpen méltó arra, hogy a járvány helyzet ellenére is május 19-én, amikor tulajdonképpen a múzeumunknak a születésnapját üljük, hiszen 31 esztendővel ezelőtt ekkor vette föl az intézmény a múzeum alapító nevét, hogy legalább egy kis koszorúzás keretében megemlékezzünk rá. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Magyarországi szakemberek szerint ősszel visszatér a koronavírus, a pécsi infektológus nem ért egyet. Mi legyen az idei tanévvel, ki kell nyitni az iskolákat, a pedagógus szakszervezet szerint nem kell. Somogyi finomságok Zamárdiban, termelői piac várta a vendégeket. Pécsi infektológus szerint nem fog visszatérni a koronavírus. Ternák Gábor szerint az elmúlt két évtizedben már volt rá példa, hogy egy másfajta vírus ok nélkül nyomtalanul eltűnt. Bár a magyarországi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ősszel ismét felütheti a fejét a COVID-19, az infektológus szakorvos szerint erre csak akkor kerülhet sor, ha a vírus szerkezete mutálódik. Erre azonban kevés esélyt lát. Magyarországi szakértők arra számítanak, hogy a koronavírus ősszel visszatérhet. Bár hétfőtől már az egész országban enyhítettek a kijárási korlátozáson, arra kérik a lakosságot, hogy továbbra is viseljenek szájmaszkot és tartsák be a másfél méteres védőtávolságot. Egy pécsi infektológus azonban nem gondolja azt, hogy néhány hónap múlva visszatér a járvány. Dr. Ternák Gábor szerint arra van lehetőség, hogy a vírus mutálódik és egy védtelen populációt támad meg, vagy a már most is jelenlévő kórokozó betegít meg még egészséges szervezet. Az eddigi tapasztalatok alapján ez a koronavírus nem igazán úgy zajlik, mint az influenza vírus. Az influenza vírus sem tér vissza 5 percenként, hanem megváltoztatja kicsit a saját struktúráját, és évente nem ugyanazok a vírusok jönnek vissza. A szakember szerint tehát csak akkor térhet vissza a koronavírus, ha például az influenzához hasonlóan megváltozik a szerkezete. Dr. Ternák Gábor azt mondja, erre kevés az esély. Mint ismert magyar kutatók folyamatosan azon dolgoznak, hogy kifejlesszék a betegség elleni védőoltást. Hogyha ez úgy kezd viselkedni, mint az influenza vírus, akkor ebbe az a lehetőség benne van, hogy mire kifejleszték a jelenlegi vírus elleni védőoltást, addigra az már megváltozik. De az eddigi adatok nem ezt mutatják, tehát ez viszonylag stabil vírusnak látszik.
A szakember emlékeztetett, az elmúlt két évtizedben már felütötte a fejét két más típusú koronavírus is. Ezek közül az egyik csak kismértékben okozott megbetegedéseket, a másik SARS elnevezésű vírus pedig teljesen eltűnt. Az infektológus szakorvos szerint ezért nem fog visszatérni a jelenlegi koronavírus. Ki kell nyitni az iskolákat, vagy ebben a tanévben már nem? Folyamatosak a különböző vélemények erről a kérdésről hazánkban. Van olyan elképzelés, hogy május végén megint az iskolapadokba ülhetnek a gyerekek. A pedagógus szakszervezet pécsi ügyvivője azt mondja, erre semmi szükség. Ezzel egyetért az érdekvédelmi szervezetük is. Egyeztetett a pedagógusok demokratikus szakszervezete az iskolák újranyitásáról, mondta a szervezet pécsi ügyvivője stábunknak. Szerintük nem kell az idei tanévben újra iskolába menniük a gyerekeknek. Semmi ok nincs arra, hogy a tanév rendjéről szóló rendelet szerinti határidőket módosítsák. Tehát magyarán le lehetne zárni a tanévet, a tanítási évet, tehát a szorgalmi évet, ugyanúgy június 15-én, ahogyan az elő volt írva, addig mindent elő lehet készíteni, meg lehet csinálni az ezzel kapcsolatos adminisztrációt is, és nem szükséges most május 31-én, hát miért május 31-én pont. Legyen nyugodtan akkor vége a tanítási évnek, ami eddig előírás volt, mindenki nagyjából így is tervezte egyébként a munkáját, és kezdődjön szeptember 1-én, de reményeink szerint már normális oktatásban az iskola. Voltak olyan elképzelések korábban, hogy május végén újra megnyitják az oktatási intézményeket. Nagy Erzsébet szerint erre nincs szükség, hiszen az online oktatás során minden tanuló kapott annyi érdemjegyet a teljesítményére, amivel lezárható a tanévük. A pedagógus megjegyezte, éppen a digitális oktatás miatt a teljesítmények visszajelzése fontos, ezért jóval több osztályzatot kaptak a gyerekek. A pedagógusok pedig végig nyomon tudták követni a tanulók valós teljesítményét, így leosztályozhatják őket. Olivás sajttal, szörpökkel, mézekkel és lekvárokkal egyaránt várták a vásárlókat Zamárdiban. Az egyik büfé udvarán nyílt meg az a kistermelői piac, amelyen minden vasárnap megtalálhatóak lesznek a portékák. Ez egy olivás, üstölt olivás sajt és csipős paprika van benne. Ez egy elég pikáns íztat ki magából. Különlegességből akad bőven a Zamárdi patkópiacon, de voltak, akik a hagyományos termékeket vásárolták inkább. Tejet kerestem, amit most nem táltam, viszont táltam túrót, és ennek nagyon örülök. A többi között mézet, savanyúságot, szörpöt és lekvárt is kínáltak a termelők az egyik zamárdi büfé udvarán nyílt kis piacon. Ami van otthon, hogy méz, meg ilyen, azt úgysem veszünk, szeretnénk valami csípős savanyúságot még, megnézzük a gombát. A piacot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával megalakított Somogyi Helyi Termékegyesület hozta létre. Szerintem nagyon hiányzott, mert a déli partnak ezen a részén nincsen, vagy hát nem volt eddig ilyen piac. Nekünk ez már régi vágyunk, mi nagyon közel vagyunk ide Lulláról, úgyhogy nekünk az, hogy Zamárdiban van egy piac, az a legideálisabb. És a déli partnak ez a része, főleg itt Zamárdi, Földvár szerintem egyre inkább keresett a gasztronómiai érdeklődési turisták körében, úgyhogy nagyon pont ez a büfé is egy ilyen példa, ami nagyon vonzza azokat, akik egy jót szeretnének enni, úgyhogy ez egy nagyon jó kombináció így együtt. Madarász Zoltánék 8 hektár gyümölcsösön gazdálkodnak, friss eperrel, szörpökkel, lekvárokkal érkeztek Zamárdiba. Örömmel jöttünk, én úgy látom, hogy az internetes kommunikációnak volt foganatja, mert a vásárlók is hál' Istennek szép számmal jönnek, érdeklődnek, vásárolnak, mindegyikünk tanulja a helyszínt, tanulja a lehetőségeket, a piacot. Berger Venszki Lilla Lulláról hozta el portékáit, mint mondta, hamarosan újabb termékekkel várja a vásárlókat. Most indulnak az új termékek, majd a friss bodzaszörpe, menta és gyömbéres citromfűszörpe. Ezen kívül hoztunk még ketchupöt, őszibarac csatnét, és egy-két utolsó terméket, ilyen a lilahagyma lekvár és a narancsos barbecue szósz, illetve van chili szószunk is, ami igen erős, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudjuk, aki szereti a csípőset. És hoztunk most erre a piacra külön saját termékünkkel készült kovászos kenyeret, aszalt paradicsomost és paradicsomos rozmaringos kenyérrel készültünk. A patkó piac a nyári szezonban minden vasárnap kínálja majd a helyi és környékbeli kistermelők portékáit. Végül mutatjuk újra Tolna megye legfontosabb híreit. Marad a Szabó Dezső utca, nem megvalósítható a szekszárdi orvosi rendelő más helyszíneken. Az utasok fele eltűnt, ingyenessé tenné a helyi járatos közlekedés Szekszárdon a Fidesz frakció. Enyhítés, kinyitottak az óvodák Tolnán.
Aszálykár. Hatalmas terméskiesésre számítanak a Tolna megyei gazdák a száraz időjárás miatt. Csütörtökön még mérsékelt északkeleti szél fúj majd, de már túlnyomóan napos idő lesz. Esőre nem kell számítani. Éjszaka derült, illetve csillagfényes idő várható. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!